Örökkévaló Istenünk, olyan izgalmas mindig, amikor megnyitjuk a Te ígédet, és várjuk, hogy Te szólsz. Mert amikor a Bibliát olvassuk, akkor nem egy közönséges könyvet olvasunk, hanem egy különleges könyvet, aminek az írója Te vagy, az élő Isten, és aminek a magyarázója is Te vagy, a Szentlélek. Ezért vagyunk itt. Azért, hogy találkozzunk veled, Jézus, és az ige által megismerjünk jobban téged. Megismerjük, hogy te milyen vagy, megismerjük, hogy te mit gondolsz rólunk, és megértsük, hogy mire lettünk rendelve ezen a földön. Kérjük, hogy használd ezt az alkalmat is a mi formáltatásunkra. Jézus nevében. Amen. Pál apostol Galatákhoz írt levele. Ezt mondom már sokszor, sokadszorra, hiszen jó hosszú ideje ez az a levél, amit tanulmányozunk, és még mindig csak a harmadik fejezetben vagyunk. Pál apostol Galatákhoz írt levelének a harmadik fejezetének a 19. verse, ahonnan fogjuk a mai alkalommal folytatni. Egy nagyon izgalmas levél, aminek nagyon sok mondani valója van számunkra. Egy olyan levél, ami egy adott korban, egy adott térségben lévő gyülekezetekhez íródott, és mégis az üzenete örökkévaló. Ezért is került a Bibliába egyébként. Láttuk eddig, hogy Pál ebben a levélben tulajdonképpen azt magyarázza, nagyon leegyszerűsítve, hogy nem a saját jó cselekedeteinkért, nem a törvény, bármilyen törvény betartásáért, hanem csak is és kizárólag hitáltal lehet üdvösségünk. És ez egy nagyon fontos üzenet, nem véletlenül hangsúlyozza Pál nagyon, sokszor, és nem véletlenül az sem, hogy én is sokat szóra beszélek erről, amikor ezt a levelet tanulmányozzuk, hiszen ez egy nagyon fontos üzenet, és ez az üzenet mindig veszélyben volt, van és lesz ezen a földön. Mert amióta ember létezik a földön, Ádámtól kezdve, mind a mai napig, az ember számára mindig is két út volt, hogy az Istennek megfeleljen, hogy eljusson hozzá, hogy a mennybe kerüljön, ki hogy fogalmazza meg, de mindig is két út létezett. Az egyik út az, hogy mi elintézzük. Mi meg tudjuk csinálni. Mi tudunk így élni, mi tudunk úgy cselekedni, hogy ez nekünk sikerül. És az embernek mindig is ez az út tetszett. Mert ez az út arról beszélt, hogy én vagyok valaki. Ez az út arról beszélt, hogy hát azért mégis sok mindenre vagyok én képes. Az ember énjét és az ember saját gőgjét erősíti mindig is ez az út. És ez tetszik az embernek, de ez az út a pokolra vezet. És van egy másik út, az az út teljesen más. Az nem tetszik az embernek. Mert az az út azzal kezdődik, hogy az ember azt mondja, hogy nem tudok semmit csinálni. Nem tudom magamat megmenteni. És ez az út arról szól, hogy hiszem azt, hogy valaki megmentett. És ez a valaki Jézus Krisztus. Lényegében erről szól, ennek a vitájáról szól ez a levél is, és eddig is ezt tanulmányoztuk. Ahogy látjuk, hogy Pál válaszol a galatáknak, illetve azoknak a tévtanítóknak, akik ott megzavarták a galáciabeli hívők hitét, azzal, hogy azt mondták, hogy a törvényt is be kell tartanotok ahhoz, hogy üdvözüljetek. Láttuk, hogy Pál először a saját fegyverüket fordítja ellenük. Talán emlékeztek rá. Azzal büszkélkedtek ezek a zsidók, hogy Ábrahám az ő ősatjuk. Ugye ő az Ábrahám óta, a körülmetélkedés óta igazából megvannak a törvények, a rituálék, és azt kell betartania az embernek, ha Isten előtt kedves akar lenni. És Pál megmutatta nekik, hogy tévednek. Még Ábrahám sem a törvény által igazult meg, hanem a saját hite, amit Isten bevetett, az elégséges volt arra, hogy üdvözüljön. Hit által igazult meg. Aztán láttuk, hogy beszéltünk erről, hogy Pál a törvényből, amire hivatkoztak, ugye az Ószövetség részletesen írja le az Ószövetség különböző törvényeit,
amire hivatkoztak ezek a zsidók, abból bizonyítja azt, hogy csak hitáltal lehet megigazulni. Egy érdekes logika volt, ezt ha nem hallottad, akkor hallgass meg ezt a tanítást. Aztán voltak, akik azt mondták, hogy mert hát nem lehetett tagadni, amit Pál mondott, hiszen tényleg ott volt az ő Bibliájukban, az Ószövetségben olvasták, hogy Ábrahám hitáltal megigazult, és csak 14 évvel később rendelte el Isten a körülmetélkedést, és még szó sem volt semmilyen törvényről, az több száz évvel később jött Mózes által. Ez nehéz volt azért tagadni, amikor ez egész nyilvánvaló volt. Ezért aztán a következő furfangjuk az volt, hogy azt mondták, hogy jól van Pál, igazad van, hitáltal lehetett megigazulni, na de hát egyszer eljött a törvény, Isten ezért adta Mózesen keresztül a törvényt, mostantól kezdve új szabály van, azért adta Isten a törvényt, hogy ezt kell betartani, és így lehet a mennybe jutni. Ez volt a következő hazugságuk. És ugye ezzel foglalkoztunk a múlt alkalommal, hogy Pál négy fajta módon is cáfolta ezeket az állításokat, és egyáltalán nem igaz az, hogy a hitáltali megigazulás felülírta volna a Mózesen keresztül adatott törvény. Ugye erről beszéltünk a múlt alkalommal. Ugye beszéltünk részletesen arról, hogy akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben mindig is az ember csak hit által nyerhetett üdvösséget. Független attól, hogy mennyit tudott Istenről és a megváltásról és annak teológiájáról. Egyet kellett tudnia, bíznia Istenben, és bízni arról, hogy ő gondoskodik róla. És ez elég volt. Ez elég volt Ábrahámnak, ez elég volt minden ószövetségi hívőnek, és ez elég neked is. Az egy külön kiváltság, hogy te többet tudhatsz. Mert mi már Krisztus születése és halála után élünk. Tehát mi már pontosan tudjuk, hogy mi volt az Isten terve, amit ők még nem érthettek. Ugye a kérdés nagyon fontos, és azért mondtam, hogy ez ma is fontos, mert ma is nagyon sok ember azt hiszi, hogy betartja az Isten törvényét, akkor mondjuk a 10 parancsolatot, vagy akármit, amit ő gondol, akkor kedves lesz Isten előtt, és akkor a mennybe kerül. És ez ugyanaz a hazugság. Ez ugyanaz a hazugság. Ez nem igaz. Tehát fontos ez a kérdés. És ugye ezekről beszéltünk a múlt alkalommal, és ott fejeztük be, és ma ott kezdjük, hogy igen ám, hogyha a törvény nem azért adatott, hogy üdvözöljünk általa, akkor minek? Minek adatott a törvény? Ugye a legtöbb ember azt hiszi, azért, mert ha betartom, mennybe kerülök. Nem így van, hazugság. Ha ez hazugság, akkor minek adatott a törvény? Ez egy jó kérdés. Örülök, hogy megkérdeztétek. De hát nem csak ti, hanem azok is, akikre itt Pál reagál. Ugyanis Pál is pontosan erről fog beszélni, hogy erre a kérdésre válaszol. Ez azért is volt botránkoztató ezeknek a törvényeskedő zsidóknak, mert ők rajongtak a törvényért. Mindenük volt a törvény. Egy ortodox zsidónak ma is mindene a törvény. És Pál, ugye láttuk a harmadik fejezetben, ahogy sorra vettük a verseket, bebizonyította azt, hogy a törvény nem adhat szent lelket. Ugye ezt láttuk az első négy versben. A törvény nem ad erőt a keresztény életben. Ezt láttuk az ötödik versben. A törvény nem hozhat megigazulást. Ezt láttuk a 6-tól a 9-es versekben. A törvény átkot hoz, ezt láttuk a 10-től a 12-es versekben. A törvény nem törli el a hitáltali megigazulást, ami ígéret alapján adatott, ezt láttunk a múltkor, a 15-től a 18-as versekben. Tehát ezek alapján, ahogy Pál ezt elmondja nekik, hát teljesen ki vannak akadva, és hát akkor ránéznek Pál, és azt mondják, hogy na de hát Pál, hát ha semmire nem jó a törvény, akkor minek van? Erről lesz szó a mai alkalommal. Úgyhogy olvasom az igét, Galatákhoz írt levél, 3. fejezetének a 19-es versétől a 22-ig. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. A közben járó pedig nem egyé, Isten ellenben egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen
Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Itt van Pál válasza a kérdésre, és hát nem könnyűek ezek az igeversek sem, úgyhogy alaposan fogjuk elemezni őket, hogy jól értsük, hogy miről van szó. Micsoda tehát a törvény teszi fel Pál apostol a kérdést, és rögtön válaszol. Azt mondja, a törvény a bűnök okáért adatott. A törvény a bűnök okáért adatott. Azért, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy bűnös, és a bűne a Szent Isten elleni lázadás. Hogy ez leessen neki, hogy rájöjjön. A törvény előtt nem volt az ember bűnös? Dehogyne. A bűneset óta mindig bűnös volt az ember, minden ember. A bűneset óta az embernek nincs kapcsolat az Istennel. Nem is érti az Istent, sőt, a mai világban a legtöbb ember nem is hisz az Istenben. Idáig jutott. A törvény nélkül nem tudta az ember, hogy bűnös? Tényleg? Dehogy nem. Tudta. Honnan? A lelkiismeretéből. A lelkiismeretéből. Mert minden embernek van lelkiismerete, és bár a bűnesetben ez eléggé torzult és deformálódott. A tied is, meg az enyém is. Tehát azért ez hamisan jelez. Nem úgy jelez, mint ahogy kéne. De azért valami maradványa még mindig működik a lelkiismeretünknek, és még a legelvetemültebb bűnöző is, aki már legyilkolt 100 embert, valahol nagyon mélyen, bár neki már nagyon sok minden eltompult, de neki is, és minden embernek, és neked is, ott van a lelkiismeret, ami jelez, hogy valahogy nem jó, amit csinálok. Nem jó. Az ember nem a törvény miatt tudja, hogy bűnös, mert ezt mindig is tudta. Mert a lelkiismerete beszélt neki. A lelkiismeret szólt neki. De ez kevés volt. Mert a lelkiismeret csak épp hogy jelez. Épp hogy azt érzed, hogy valami nem stimmel, hogy nem így kéne élni. Hogy valahogy nem érzem jól magam ebbe az életben. Azonban az, hogy a bűne, a rossz cselekedetei azok nem csak egy rossz viselkedés, hanem az Isten törvényének az áthágása, és az Isten elleni lázadás, és Isten átkát hozza magával, ezt nem tudta, és ezért adott ott a törvény, hogy ezt elmondja neki. Hogy ó ember, figyelj! Lázadsz ellenem. Áthágtad azokat, a szabályokat, azokat a standardeket, normákat, amiket az Isten alkotott. A törvény ezt elmondja. Egyébként erről Pál apostol máskor is beszélt, nem csak a Galatákhoz írt levélben. A római levél, elég sokat ugye beszéltünk róla 5 évvel ezelőtt, nem tudom, hogy ki volt itt 5 évvel ezelőtt. Van itt valaki, aki itt volt 5 évvel ezelőtt, amikor a római levelet tanulmányoztuk? Tegye fel a kezét. Van. Azért vannak. Nem sokan, de vannak. A többieknek ajánlom a római levelet, töltsék le és hallgassák meg az archívumból. Mert a római levél nagyon részletesen elmagyarázza és elmondja ezt a kérdést. Például Pál a Róma 3.20-ban azt mondja, hogy mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát a törvény segít felismerni azt, hogy mi a bűn, és hogy miért nem ütjük meg azt a mércét, amit az Isten ad. A törvény olyan, mint egy tükör. A törvény azt mutatja meg, hogy te milyen vagy. Néztél ma tükörbe? Ha nem néztél ma tükörbe, akkor fogalmad sincs róla, hogy most hogy nézel ki. És csak azt tudom mondani neked, hogy jó lett volna.
igazíthattál volna magadon egy kicsit. Ha nem nézel tükörbe, nem tudod, hogy hogy nézel ki, csak tippelgetsz, igaz? Meg mondják mások, hogy te figyelj, jó lenne egy kicsit összeszednéd magad. De ha nem nézel tükörbe, nem látod magad. A törvény is olyan, mint a tükör. Megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Ha nincs törvény, nem tudjuk, hogy most, ahogy, amit csinálunk, az, ahogy lelkiismeretünk érez, hogy hát lehet, hogy nem jó, de azért ezt nem látjuk világosan. A törvény viszont precízen, világosan elmondja nekünk, hogy amit csinálunk, az bűn. Erre adott a törvény. Ez a válasz a kérdésre. Ilyen a törvény. Ha nincs törvény, akkor nem tudod, hogy rossz. Ha nem mondja, hogy ne lopj, honnan tudnád, hogy rossz? Hát akkor lopnál, nem? A törvény mondja meg neked. A törvény leleplez. Róma 4:17 végén írja Pál, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Látjátok? Ha nincs törvény, akkor nem tudjuk, hol lépjük át a határt. De ha van törvény, akkor tudod, hogy átlépted a határt. Akkor tudod, hogy törvényszegő vagy. Akkor tudod, hogy a Szent Isten előtt nem tudsz megállni. Nem tudsz ott magyarázkodni, hogy hát azért nagyjából jó életet éltem. Nem. Átmentél a határon. Mert a törvény megmutatja neked. Leleplez, megmutatja, hogy mi van a szívedben. Hogy milyenek a vágyaid is. A Róma 7:7 végén így olvassuk, viszont ha a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánt. Hát honnan tudod, hogy rossz dolog az, amit kívánsz? Onnan, hogy a törvény elmondja neked. A törvény azt mondja, hogy ne tedd ezt, és ezért fölismered, hogy hát én épp azt akarom tenni. Hát sőt, én vágyom arra, hogy azt tegyem. És leleplez. A törvény azt mondja, hogy ne legyenek neked más isteneid én előttem. És ez miatt veszed észre azt, hogy a te istened a pénz, a karrier, a népszerűség, vagy egy ember? Különben honnan vennéd észre? Fölismered, hogy ki az istened. A törvény azt mondja, hogy ne készíts magadnak szobrot, sem semmiféle képmást. Hát ez miatt veszed észre, hogy ha leborulsz egy Mária szobor előtt, akkor áthágtad az Isten törvényét. Vagy ha emberek szobrait imádod. A törvény azt mondja, hogy ne vedd fel Isten nevét hiába. És akkor rádöbbensz, amikor káromkodtál, hogy felvetted. A törvény azt mondja, hogy szenteld meg a hetedik napot. És ez leleplez téged, mert észreveszed, hogy a hetedik napon te csak csinálod a saját dolgaidat, és nem az Istennek szenteled. A törvény mondja azt, hogy tiszteld apádat és anyádat, és lehet, hogy ez leleplez téged, hogy te nem hogy tisztelnéd, hanem gyűlölöd a szüleidet. A törvény azt mondja, hogy ne ölj. És te rájössz, hogy gondolatban már hány száz embert öltél meg. Ugye? A törvény azt mondja, hogy ne paráználkodj. És ez leleplez, hogy akár a mai napon is, fantáziádban, hányszor paráználkodtál. A törvény azt mondja, hogy ne lopj. És ez miatt veszed észre azt, hogy amit hazahoztál a munkahelyedről, az lopás volt. És amit nem írtál be az adóbevallásodba, az is. Különben nem tudnád. A törvény azt mondja, hogy ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. És ez miatt észreveszed, hogy te hazugságokat mondasz másokról. A törvény azt mondja, hogy ne kívánd, ami a másé. És te észreveszed magadban, hogy de bizony kívánom a másik házát, a másik kocsiját, a másik feleségét, a másik karrierjét. Dehogy nem kívánod. Persze, hogy kívánod. A törvény leleplez téged. A törvény megmutatja, hogy milyen bűnös vagy. Nem csak egy kicsit, hanem annyira, és az épp elég, hogy átmentél a határon. Isten előtt nem tudsz megállni, nem tudsz közeledni hozzá.
És az egyik alkalommal beszéltünk ugye róla, egy külön alkalom volt erről, ahogy tanulmányoztuk ezt a levelet, hogy ez miatt van a törvény átka rajtad és rajtam. Hát ezért adott ott a törvény, hogy leleplezzen. És annyira érdekes, tudjátok, hogy a sátán annyira támadja ezt is, hogy az ember félreértse a törvény szerepét és célját. Andrew Jukes mondta ezeket a mondatokat, amik annyira találóak, ezért idézem tőle, hogy a sátán célja az, hogy magunkat szentnek lássuk a törvény alapján, amit Isten azért adatott nekünk, hogy általa meglássuk bűnösségünket. Látjátok, mennyire érdekes a törvényeskedés, ami arról szól, hogy én ráteszem magam, az életemet arra, hogy betartsam a törvényt, nem veszek róla tudomást, hogy Isten világosan mondja, hogy nem tudom betartani, és leleplez, de én mégis megpróbálom, és azt mondja, hogy de ezt, meg ezt csinálom, és elhiteted magaddal, hogy te tulajdonképpen szent vagy. Törvény kiforgatása, ami arra adatott, hogy leleplezzen, hogy totálisan el vagy veszve és bűnös vagy, a törvényeskedők kezében arra szolgál, hogy magukat emeljék és szentnek lássák. Ezért ez most egy jó pillanat, hogy megkérdezzelek téged, hogy a te életedben mi a törvény szerepe? Hogyan gondolkozol a törvényről? Mit végzett el az életedben a törvény? Eljuttatott már a törvény a kétségbeesésig? Mert csak akkor végezte el a célját, ha igen. Nagyon fontos, amit most mondok. A törvény azért adatott, hogy te kétségbees. Érted? A törvény nem azért adatott, hogy te betartsd a saját erődből, hisz nem tudod. Épp ellenkezőleg. A törvény azért adatott, hogy meglásd, hogy nem tudod betartani. A törvény azért adatott, hogy te rádöbbenj arra, hogy próbálkozol, és nem megy. Elbuksz, elesel, újra, és újra, és újra. Egészen odáig, amíg felkiáltasz, hogy Pál is felkiáltott, ugye, hogy én nyomorult ember, hát ki fog rajtam segíteni? Ki fog engem megmenteni? Ha a törvény eljuttatott már téged oda, hogy totálisan kétségbe estél azon, hogy az Isten szent törvényét nem tudod betartani, akkor a törvény már elég jó munkát végzett az életedben. Gondolkoztál már így a törvényről? Pedig ezért adatott. Hogy te sírj, hogy összeess, hogy kiálts, hogy el vagyok veszve. Segítség! A törvény ezért adatott. Na nézzük csak tovább. 19. vers. Nézzük újra. Ugye az első felét megnéztük, hogy micsoda tehát a törvény a bűnök okáért adatott, mondja Pál. Folytassuk. Amíg eljöjj a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által, közben járó kezében. Úgy eddig mi csak az első részét néztük meg ennek a versnek. Nézzük meg, mit jelent a többi. Ki az a mag? Ki az a mag, akiről itt Pál ír? Erről a múltkor beszéltünk, emlékezzetek rá. A mag az, akit Isten megígért. Már nagyon-nagyon régen, már az Édenkertben először. A mag. Jézus Krisztus. Azt mondja itt Pál, hogy a törvénynek csak egy idéglenes szerepe van. A törvény azért adatott, hogy meglásd, hogy bűnös vagy, hogy megszegted Isten törvényét, hogy el vagy veszve, hogy kétségbe es, hogy segítségért kiálts, és akkor meglátod a keresztet, és meglátod a megváltót.
és megérted, hogy miért halt meg a kereszten. Mert te magadon nem tudsz segíteni, de ő megváltott téged. A kereszthez elvezet a törvény. A kétségbeesésen keresztül. Ezért adatott a törvény. Galata 3.20. A közben járó pedig nem egyé, Isten ellenben egy. Hát, aki meg tudja magyarázni ezt a verset, annak felajánlok, nem tudom, mit ajánlok, liter kólát. Ez egy nagyon nehéz vers, amit itt olvasunk. Ahogy utána néztem, a kommentárok több mint 430 értelmezést adnak erre a versre. Bár az én célom az, hogy ezek a hétfesti bibliórák, ezek egy alapos, kimerítő, hitmélyítő alkalmak, de ezt a 430 értelmezést nem fogom elmondani. Egy nagyon nehéz vers, tényleg nehezen értelmezhető az eredeti szöveg alapján is, a fordítások azok pláne. De megpróbálom azt az értelmezést adni, ami a legvalószínűbb, amit én gondolok. A legvalószínűbb az, hogy itt ebben a versben Pál összehasonlítja a törvényt és az ígéretet. Ugye emlékezzetek rá, hogy a múltkor beszéltünk arról, hogy a törvény és az ígéret mindkettő tulajdonképpen egy szövetség, egy szerződés. De a kettő között van különbség. Az egyikben két fél van, a másikben csak egy. És a közben járónak akkor van értelme, ha van két fél, ugye? Aki között kell közben járni. Ugye erre utalhat itt a 20. versben már a közben járó. A törvény esetében tehát van két fél, az egyik fél az Isten, a másik fél az ember. És ez a két fél szerződést kötött. A közben járó pedig az angyalok és Mózes, ahogy itt az ige írja, ugye már a 19. vers elején. Az ígéret esetén azonban egy speciális szerződésről van szó, ahol csak egy fél van, az Isten. Ő tesz egy ígéretet, független attól, hogy az ember mit mond és mit csinál. Hát ezért ígéret. Egyoldalú szerződés. Itt nincs két fél. És ebben a versben valószínűleg Pál összehasonlítja a törvényt és hát a hitáltali megigazulás ígéretét, és ezzel is magyarázza, hogy csak hitáltal lehet megigazulni. Miért? Azért, mert a törvény által akarsz, akkor mindkét félnek tartania kell a szerződést. Na nézzük meg, hogy ki tartja. Isten tartja? Isten tartja. És az ember? Hát az már kevésbé. Tehát a szerződés meg van szegve. Igaz? A másik esetben az ígéretnél, ahol Isten nem köti az emberhez magát, hanem ő független az embertől ad egy ígéretet, az csak Istenen áll. Annak csak Isten a garanciája. És ő állja az ígéretet. Értitek? És tiéd az ígéret, ha átveszed. Ha átveszed hittel, hogy Jézus Krisztus halála által meghalt a te bűneidért, és kifizette az árat. Ebben a versben valószínűleg ez a kettő áll egymással szemben, ezért ilyen furcsa mód ír Pál, hogy a közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy. Nézzük tovább. Galata 3.21. Törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Távol legyen. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. Ugye Pál most visszakérdez. Visszakérdez, hogy még világosabban elmagyarázza a törvény szerepét. Mert ugye látszólag most ott tartunk, hogy a törvény hát az igencsak nem egy jó funkciót töltött be a tekintetben, hogy minket romlásba vitt, hiszen kétségbe estünk. És ezért ugye a támadás a törvényeskedő zsidók részéről az volt, hogy hát akkor a törvény akkor rossz, a törvény akkor szemben áll az Isten ígéretével, akkor valamit lerombol.
És Pál rögtön válaszol, hogy nem erről van szó. Azt mondja, hogy ha be tudnánk tartani a törvényt, akkor tényleg a törvény által tudnánk megigazulni. De nem megy. Nem tudjuk betartani. Senki. Ezért a Galata 3.22-ben ugye olvastuk, ezt írja, hogy de az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Tehát épp a törvény mutatja meg, ahogy mondtam is korábban, hogy el vagyok veszve, szükségem van segítségre, Isten segítségemre jön, és Jézus Krisztus a segítség. Tehát ezért nincs ellentét a törvény és a kegyelem között. Csak más a céljuk. Teljesen más a célja. De a kettő együtt dolgozik. Hogy dolgozik együtt a törvény és a kegyelem? Hogy dolgozik együtt Isten törvénye, ami megmutatja azt, hogy te képtelen vagy betartani, a kegyelemmel, hogy Isten ő maga úgy döntött, hogy megment, és ha te ezt elfogadod, üdvösséged van. Hogy dolgozik együtt ez a két dolog? Úgy, hogy a törvény előbb megmutatja neked, hogy el vagy veszve, és a pokol vár rád. De az, hogy megmentsen, az már nem a törvény célja, mert nem tud megmenteni, hanem a kegyelem célja. Isten gondoskodásáé, hogy Isten gondoskodott arról, hogy elküldte az egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt érted a kereszten. Ő mindent elvégzett, és neked ajándékképpen, kegyelemből adja az üdvösséget. Miért kell a törvény ahhoz, hogy én elfogadjam Krisztust? Ha nem lehetne egyből elfogadni? El lehetne, csak te nem akarod. Csak te nem akarod. Mert amíg nem jössz rá, hogy te nem vagy egy Superman, meg egy Superwoman, amíg te nem vagy egy jó ember, addig neked nincs szükséged a kegyelemre. Nincs szükséged. Addig te büszke vagy, és vered a melled, és azt mondod, én egy jó ember vagyok. Aki veri a mellét, és azt mondja, hogy én egy jó ember vagyok, annak nincs szüksége Krisztusra. Ezért kell a törvény, hogy rájöjj, hogy te nem vagy jó ember. Nem tudod betartani az Isten törvényét. Egyáltalán. És ennek a következménye az, hogy Istennel nem lehet közösséged, mert Isten nem vállal közösséget a bűnnel, és hogy el vagy veszve, és ha ez így marad, ezt hívjuk pokolnak, nem lehet változtatni ezen az állapoton, ha meghaltál, és így haltál meg. A törvény nagyon fontos, különben nem jönnél rá, hogy börtönbe vagy. A törvény nagyon fontos, mert nem jönnél rá arra, hogy te egy fogoly vagy. A bűneid fogságában élsz. A törvény az, aki leleplez. Megmutatja, hogy mit kéne csinálni, és akarod, és nem tudod. Sőt, az ellenkezőjét akarod. Érted már? A törvény nagyon fontos, mert neked nem kellene Krisztus, ha a törvény nem vinne a kétségbeesésbe. Miután kétségbe estél, akkor érted meg, mennyire szükséged van Krisztusra. Ezért fontos a törvény. Vannak nagyon sokan, akik úgy járnak gyülekezetbe, hogy a törvény nem vitte el őket a kétségbeesésig. És itt hallottak Jézusról, ó, milyen jókat mond, milyen jó buli van itt, dicsőítés, fiatalok, jól érzik magukat, ugye? Egyszer elmondja a megtérő imáját, és azt hiszi, hogy megtért. És azt hiszi, hogy megtért. Meg lehet térni a megtérők imája által? Jó kérdés. Nem. Sokan elmondták, és nem tértek meg. Mert nem azáltal térünk meg. Ez nem azt jelenti, hogy a megtérők imája az rossz dolog, mert aki komolyan is hittel elmondja, és Isten munkálkodik benne, az neki egy nagyon fontos élmény is egyúttal. De nagyon sokan úgy tértek meg, akik nem mondták ezt el. És nagyon sokan nem tértek meg, akik elmondták. Nem ettől függ. Ezért nem szabad ebből módszert csinálni. Ezért nem csináljuk mi sem azt, hogy aki meg akar térni, az jöjjön ide ki, mondja el velem a megtérő imáját, és meg vagy térve, mehetsz dolgodra.
Mert ez nem így működik. Nem így működik. Vannak sokan, akik eljönnek, meg itt vannak gyülekezetben, meg igen, hisznek Jézusban, persze, meg megtértek. Na te miből tértél meg? El tudod mondani, hogy miből tértél meg? Mert ha valóban megtértél, akkor neked a megtérés következményeképpen megváltozott az életed. Ha nem változott meg az életed, akkor miből tértél meg? Én elmondom neked, hogy miből kell megtérni. A bűnből. Na de te nem is tudod, hogy bűnben élsz. Vagy ha tudod, nem törődsz vele. Egyedül a törvény segít téged el oda, hogy kétségbe ess. Hogy térdre borulj. És keresd az Istent. És felkiálts, hogy leessen végre, hogy nem tudod betartani az Isten törvényét. És el vagy veszve. És akkor, de csak akkor, akkor érted meg, mire adatott a kereszt. Addig nem is érted, miért kellett Jézusnak meghalni. Hát lehetett volna másképp is intézni a dolgokat, nem? Na, milyen szörnyű dolog. Akkor fogod megérteni, hogy a bűn milyen súlyos. Hogy véráldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Ennyire komolyan veszi az Istent. Lehet, te nem veszed komolyan, ő igen. Ő komolyan veszi a bűnt. De annyira szeret, hogy az egyszülött fián hajtotta végre, és az egyszülött fiú önként vállalta a büntetést. És meghalt érted a kereszt. De ezt csak akkor fogod megérteni, tehát akkor lesz neked értékes és becses a kereszt, ha a törvény elvezetett már oda, hogy te egy totál káosz vagy. Egy teljesen elveszett ember. Mert ha úgy élsz itt ebben a gyülekezetben, hogy igen, hát hiszek Jézusban, de az életed nem változott meg semmit a megtérésed óta, és ugyanazokat a bűnöket csinálod, mint előtte, akkor hadd mondjam el neked, nem tértél meg. Hú, szabad ilyet mondani. Ítélgethetem másoknak a hitét, meg a megtérését? Ítéld meg te magad. Én csak elmondom, hogy mi történik akkor, amikor valaki megtér, és mi történik akkor, amikor valaki nem, és te ítéld meg önmagad. Érted már? Isten nem tudna téged megmenteni másképpen, hogyha a törvény össze nem törne. Erre adatott a törvény. Különben nem értenéd, hát mi a baja Istennek velem? Hát miért megyek én a pokolra? Hát olyan jó ember vagyok. Nem bántottam én senkit, nem vagyok egy gonosztevő, nem raboltam bankot, ma este se fogok. Hát nálam sokkal rosszabbak vannak, én segítek mindenkinek, szolgálok a gyülekezetben, ezt csinálom, azt csinálom, segítem az embereket. Hát már annyi piros pontom van a mennybe, hogy piros az egész. Hát nehogy már ezért ne menjek be. Szomorú hírem van, nem fogsz bemenni. Ezért ne. Erre való a törvény, és ezért tanít Pál a törvényről, és ezért tanítok én is ma, a mai napon, és már az elmúlt nem tudom hány alkalommal, hogy a Galata levelet tanulmányozzuk a törvényről, hogy megértsük mélyen, nem csak felszínesen, hanem alkalmazva a saját életünkbe a törvény szerepét, mert Isten arra adta, hogy rádöbbenjünk arra, hogy kész. Nincs menekvésünk a saját erőinkből, ötleteinkből, képességeinkből. El vagyunk veszve. Viszont ha a törvény elvezetett a kétségbeesésig, és meghallottad az evangéliumot, és megláttad a keresztet, és felismerted, hogy Jézus meghalt érted a kereszten, és ezt elhitted, és elfogadtad, akkor megtértél. És akkor megváltozik az életed, megváltozik a viszonyod a bűnnel, amit eddig tettél, most már gyűlölsz. Amit eddig tettél, most már nem teszed. Igen, még néha elbuksz benne, újra és újra, igen. De ami eddig életstílus volt, az most már csak baleset.
És Isten egyre inkább megerősít és megtanít a szent életre, és megváltozott igenis az életed. Törvény nélkül nem jutsz el ide. Törvény nélkül nincs motivációd, hogy oda menj a kereszthez. A büszke ember nem fog térdre borulni. Te se fogsz. Én se borultam. Csak amikor rádöbbentem, hogy hát nem vagyok egy tökéletes ember, enyhén szólva. Erre való a törvény. Ezért adta Isten. Nagyon fontos. Nem jönné rá különben soha, hogy az, amit csinálsz, az nem csak egy rossz viselkedés. Az nem csak egy olyan, hogy azt mondhatod, hogy hát nem vagyok tökéletes, hát senki sem az, és tovább mész. Nem csak olyan, hogy azt mondhatod, hogy hát megteszem, ami rajtam múlik, de hát ennyit tudtam. Nem, a törvény nem enged. Azt mondja, hogy nem. Nem teljesítettél. Pokol. Hát ez nekünk nem tetszik, persze. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja meg, igaz? Remélem, ti meghallgatjátok. Igen, kemény beszéd ez, de ez az igazság, és nekem ezt el kell mondani. Vannak gyülekezetek, ahol nem mondanak ilyet, hanem azt mondják, hogy hát próbálkozzatok, gyerekek, hát szeressük egymást, gyerekek, nem vagyunk olyan rosszak azért, mindenkit szeret az Isten, mi is szeressük egymást, majd csak valahogy besüttyanunk a mennybe. Nem? Nem, ez hazugság. Nem süttyansz be a mennybe. Senki nem süttyan be a mennybe. Hatalmas dolog az, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és ennyire egyszerűvé tette az üdvösséget, hogy elfogadod az ő megváltását. De igazából nem motivál téged erre semmi, ha a törvény nem tört össze. Ezért fontos. Törvény nélkül nem érted meg a kegyelmet. Mi ebben a gyülekezetben a kegyelemről sokat beszélünk, mert nagyon fontos. Isten kegyelméről. És tényleg. De tudod mit? Törvény nélkül, ha a törvény nem végezte el volna a munkáját az életedben, te semmit nem értenél a kegyelemből. Semmit. És amikor ez megtörtént már, hogy a törvény összetört, kétségbe estél, meghallottad az evangéliumot, elfogadtad Krisztust megváltódnak, megtértél, újjászülettél, az életed megváltozott, és elkezdtél élni kegyelemből csak, és aztán eltelt egy-két nap, hét, hónap, év, és tudod, mit csináltál? Nem biztos, hogy mindenki, de sokan, mert erre van hajlamunk. A hívő életünket berendeztük a törvény szerint. Hogy lehetünk ilyen bolondok? Mert nekünk mindenképp verni kell a mellünket. Ezért azt csináltuk, hogy újjászülettünk kegyelemből, és utána berendeztünk egy hívő életet magunknak, hogy ezt meg ezt kell tenni, akkor jó keresztény vagyok, ha Bibliát olvasok, meg imádkozok, meg gyülekezetbe járok, meg adakozok, akkor jó vagyok, ha nem, akkor nem vagyok jó. Rendszerbe vagy. Szabályok szerint élsz. Törvény alatt élsz. Visszamentél. Visszamentél. Ugyanaz történt veled, mint a Galatákkal. Hát ezért írta ezt a levelet Pál, hogy felébresszem. És én is azért prédikálok ma, hogy felébresszelek, ha ott vagy. Ha te kialakítottál egy törvényrendszert magadnak, a hívő életednek, és annak akarsz megfelelni, akkor föl akarlak rázni, hogy barátom, figyelj! A hívő élet a kegyelemmel kezdődik, és a kegyelemmel folytatódik. Továbbra is igaz az, hogy magunktól nem tudunk semmit csinálni. Viszont Isten tud, és ha újjászülettünk, ő él bennünk, és ő fog csinálni rajtunk keresztül mindent. Sőt, ő betartja a törvényt. Ezért, ahogy ő él bennünk, mi is be fogjuk tartani a törvényt. Nem azért tartjuk be a törvényt, hogy kiérdemeljük Isten kegyelmét, és a mennybe jussunk. Nem ezért. Krisztusért már bejutottunk a mennybe, mert kegyelemből hittel elfogadtuk,
És a Szentlélek munkája bennünk következmény, hogy szent életre tanít és nevel, és egyre inkább betartjuk a törvényt. Értitek a különbséget? Óriási nagy a különbség, csak nagyon sokszor észre se vesszük a saját életünkbe, hogy melyiket csináljuk. Melyiket csináljuk? Kérdezd meg, vizsgáld meg az életed. Mi motivál téged arra, hogy olvasd a Bibliát? Most mondtam valamit. Mi motivál? Hogy legyen egy piros pont? Mert hogy azt mondták, hogy azt kell? Mert a jó keresztény olvassa, ugye? Vagy az, hogy szeretnél találkozni a te megváltóddal az igében? Mert Isten ide akar elvezetni mindig, hogy azért olvasd. És igaz, hogy nem mindig van bennünk ez a tűz, ez a szenvedély, nem mindig vágyunk arra, mert fáradtak vagyunk, meg minden bajunk van. És akkor sokszor az engedelmesség visz tovább. De sose felejtsd el, hogy mi az igazi motiváció. Hogy ő szeret, és te megértetted a szeretetet, és elfogadtad, és a szerelmeseddel jársz. Erről szól a keresztény élet. Nem egy törvénykönyvvel jársz. Nem abba vagy szerelmes a mózesi törvényekbe. Az elítélt téged. Azért vagy halálra ítélt. Ott van a kezedben az ítélet. Hanem Krisztussal jársz, akin végrehajtották az ítéletet, és ezért te szabad vagy, és kegyelemből üdvösséged van, és Krisztussal járhatsz. Erről szól a keresztény élet. A galatákkal ez történt. Ők elfogadták a kegyelmet, és áttértek mégis a törvényre. És Pál azért írta ezt a levelet, felrázza őket. És én is ezért kérdezlek meg téged, hogy te hogyan éled a keresztény életed. Gondolkozz el róla ma este, mielőtt elalszol. Ha máskor nincs időd, 5 perc, imádkozz, és Isten mutassa meg neked. Tehát ez az a veszély, amiről itt szó van, és erről beszél itt ugye Pál, és most már letisztázta nekünk ugye itt a törvényt, és azt, hogy hogy vezet ez a kegyelemhez. Nagyon jó gondolatokat olvastam egy másik gondolkodótól, Jerry Bridge, így fogalmazza meg, felolvasom. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a hívőknek épp hogy csak annyit nyújtsunk az evangéliumból, hogy végül elmondják a megtérők imáját, majd az evangéliumot gyorsan félretesszük, úgymond a polcra, és a tanítványozás során a cselekedetekre koncentrálunk. Az a kegyelem, amely által üdvösséged lett, ugyanaz a kegyelem, amely utána tanít és int téged. Erre azonban a kegyelem talaján kell válaszolnunk, nem pedig a törvény alapján. Látjátok? Az a kívánságom és az az imádságom, hogy maradjon meg életünk minden napján bennünk az a világos felismerés, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és hogy Isten gondoskodott rólunk, hogy Krisztus a kereszten gondoskodott rólunk. Ezért van üdvösségünk, és ezért élünk, és ezért megyünk tovább a keresztény életben, és ezért tudjuk ő általa betartani a törvényt egyre inkább. Nem tökéletesen, mert bukdácsolunk. És a törvény fontos. Nagy valaki azt gondolja, a törvény nem fontos. Azért, mert én azt mondtam, hogy a törvénynek nem az a szerepe, hogy üdvözít. És csak az a szerepe, hogy tönkretesz. Hogy felismert, hogy Krisztus üdvözít. Hitáltal. Attól még, amit a törvény mond, az jó és szent és igaz. De ezt úgy fogjuk betartani, hogy Krisztus él bennünk. Mert ha Krisztus él bennünk, az ő élete belülről formál át. Mivel ő szeret, mi is szeretni fogunk. Amilyen ő, olyanokká változunk, átváltozunk. Egy átalakulás, egy metamorfózison megyünk át az egész életünkön keresztül.
az ő képére, hasonlatosságára és jellemére formálódunk. És ahogy ez történik, és ahogy hagyjuk, hogy ő éljen bennünk, és betölt a Szentlélek, igenis be fogjuk tartani a törvényt egyre inkább. És bár életünk végéig nem leszünk tökéletesek abban, hogy tökéletesen betartjuk a törvényt. De bűnbocsánatra mindig számíthatunk. És ezért fontos, hogy mindig kegyelemből élünk. De egyre inkább a törvényt is, a bennünk élő Krisztus be fogja tartani a mi életünkbe. Tehát a törvény célja jó, nem erről van szó. De ami által élünk, az a kegyelem, ahova elvezetett a törvény. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük a te igazságodat. Köszönjük, hogy a törvényt adtad, ami leleplezett. Azt hittük, hogy jó emberek vagyunk, most már tudjuk, hogy el vagyunk veszve. Azt hittük, hogy jók vagyunk, hogy szépek, előtted kedvesek, és rájöttünk, hogy undorító dolgokat teszünk, gondolunk, és hogy ez bűn, amiben élünk, és neked nincs közösséged a bűnnel. De köszönjük, hogy van a kereszt. És Jézus azért halt meg, mert a mi bűnünk büntetését hordozta, és mi hittel elfogadhatjuk az üdvösséget ezért. És te élsz bennünk, és megváltoztatsz, és formálsz. És a te szent törvényedet egyre inkább tisztelni fogjuk, és szeretni fogjuk. De nem a saját erőnkből fogjuk betartani, hanem a te erődből. Mert csak te tudod betartani. És köszönjük, hogy ezért számunkra igazából nem egy törvény betartásáról szól a keresztény élet, hanem egy szerelemről, egy kapcsolatról, hogy veled járunk, hogy benned bízunk, hogy benned reménykedünk a végletekig, amikor kétségbe vagyunk esve, akkor is szeretünk téged, Jézus, és bocsáss meg, hogy nem tudunk eléggé szeretni. Tudjuk, hogy te előbb szerettél, és a te szereteted hatalmas. Még meg se tudjuk azt érteni. Köszönjük, hogy a törvény segít megérteni, hogy mennyire szerettél, hogy mit jelent a kereszt. És köszönjük, hogy elvezetett a törvény a kegyelemhez, és nem törvény és szabályok alapján kell élnünk, hanem kegyelemből. Add meg nekünk, hogy így éljük az egész életünket, és ne menjünk vissza semmilyen törvényhez, semmilyen szabályrendszerhez, hanem mindig életünk minden napján elmondhassuk, hogy csak miattad, Jézus, csak miattad. Te mindent elvégeztél. Benned hiszünk. Téged akarunk dicsőíteni és imádni. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Isten áldjon benneteket. Ahogy hirdettem, a jövő heti hétfői alkalom, az utolsó alkalom a nyári szünet előtt. Úgyhogy várlak titeket, szeretettel arra is. Sziasztok!